Vince Simeon, korábbi NBA játékos a játék öröméért kosarazott. Volt időszak, amikor a kosarazás többet jelentett neki ennél. A kosárlabda volt a bálványom. Ez volt a legfontosabb dolog az életemben. Nem mindig volt ez így. A Kansas City Leavenworth városában nőtt fel. Született sportoló volt. Már fiatalon csatlakozott egy csapathoz. Megbecsültem a csapatot. Szerettem másokkal együtt dolgozni, egy közös célért, ami túlnőtt rajtam. A középiskolában kezdett megváltozni a hozzáállása. Már nem a csapat volt fókuszban, ahogy egyre ismertebb újonc lett. Eltöltött büszkeséggel, hogy az emberek felismertek és elismerték a tehetségemet. Ez lett a legfontosabb dolog az életemben. Ez a hozzáállás csak rosszabb lett, amikor a Kansas-i egyetemre ment játszani. Minden rólam szólt, mindenkin keresztül gázoltam, hogy elérjem a célom, az álmom. Örömmel töltötte el, hogy nagy embernek számított a kollégiumban. Belemerültem a drogozásba, az ivásba, a bulizásba. Azt gondoltam, ezt teszik az egyetemisták. Sokat ittunk, buliztunk, klubokba jártunk, csajoztunk. Mégis remekül teljesített a pályán, miközben sokat szórakozott. Kiégett. Már nem jelentett annyit, hogy egyetemi sztárnak tartják. Tényleg bevettem azt a hazugságot, hogy ilyen az élet. Ilyen az élet egy egyetemi csúcssportolónak, de a szívemben tudtam, hogy ennél többre hivattam. Hogy valami nagyobb dolog miatt élek. Éreztem, hogy még nem értem el a célját a létezésemnek. Wayne visszavett a bulizásból. Ez időtájt vette fel a kapcsolatot az egyetem pásztorával, aki Jézusról beszélt neki. Nem csak arról beszélt, hogy Isten hogyan változtatta meg az ő életét, hanem hogy Isten velem is ezt szeretné tenni. Megdöbbentett, mert azt hittem, ilyenek csak a Bibliában történnek. Együtt tanulmányozták a Bibliát, és találkozott más keresztény tanulókkal is. Amikor láttam Krisztus életét az evangéliumokban, és láttam más fiatalok életét a kollégiumban, akik Istenért élnek, egy olyan kultúrában, ami azt sugallja, hogy ez lehetetlen, nos, akkor ez nagyon megragadott engem. Később egy ifjúsági keresztény konferencián Wayne meghozta a döntést. Egy olyan környezetben találtam magam, ahol fiatalok dicsérik és szeretik az Urat, szeretik egymást. Ekkor adtam át az életemet az Úrnak. Wayne így már egy nagyobb célért játszott. Nem a tömeg tapsa, vagy az NBA-be jutás, vagy a jó statisztika miatt, hanem azért a személyért, aki odaadta az életét és meghalt értem. Minden megváltozott onnan kezdve. Ezután Wayne NBA álma valóra vált. Első körben beválasztották a Miami Heat csapatába 2005-ben, és így 2006-ban részese lett az NBA bajnok csapatának. 5 évig játszott az NBA-ben, és 1 évig Spanyolországban, mielőtt otthagyta szeretett játékát. Elvette feleségül Katie-t, családot alapított, és most már a Kansas-i Egyetem pásztora. Isten egy új csapatot adott nekem, akikért játszhatok. Ezt az életet a feleségemmel és a családommal élem. Olyan emberekkel, akik szintén betöltik azt a feladatot, hogy figyelmeztessük a nemzeteket. Bár még mindig helyi hősként tekintenek rá, ő tudja, hogy Istennek van a legjobb terve az életével. Az én terveim az életemmel, bár nem tudtam róla, de sokkal kisebbek voltak, mint amit Isten tervezett. Nagyszerű megtapasztalni, hogy ő a mi legjobb jutalmunk. Ő, tényleg ő, a legnagyobb kincsünk.